Pap Lajos szívsebész professzorunkat, aki nagy távolságból meglátogatott bennünket. Én az előadás megkezdésnek szeretnék mindenkit megkérni, hogy mivel pályázati rendezvényről van szó, írja alá, legyen kedves ezt a jelenléti évet, így kapjuk meg a megfelelő összeget erre a rendezvényre. És a másik hirdetni való pedig, hogy az előadás után könyvvárosításra lesz lehetőség, és professzor úr dedikálja is a könyveket. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó estét kívánok! Én köszönettel kell, hogy kezdjem. A Teremtőnek köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm a Teremtőnek, hogy önök ilyen szép számmal itt vannak, és körülbelül Gyuri bácsi az önök gyönyörű nyaralóhelye Gyuri bácsi által lett még hídesebbé. Nem véletlen. Sötétbe jöttünk, ugye, a keskeny úton. Nem először vagyok itt, és kérem a Teremtőt, hogy adja meg, hogy ne is utoljára legyek itt. A Teremtő mindannyiunkat meghatározott céllal és feladattal küld ide a földi valóságba. Nem mi határozzuk el, hogy mikor születünk. Nem mi határozunk el, és nem mi döntünk, hogy hova születünk. A Teremtő a világon mindenhol ezt a 7,5 milliárd lelket küldi. A feketét Afrikába, a sárgát Ázsiába, minket ide küldött a Kárpát-medencébe. Mivel Isten küldött bennünket, ezért mindenkinek küldetése van. A Teremtő dönt a hova születéstől, a mikor születéstől és a halálunkról. Úgy egyébként szabad akaratot vívtunk ki a paradicsomból való kikerüléskor. Ez bizony nagy felelősséggel jár, mert milyen könnyű a gyermeknek, amikor megmondják, hogy mit kell tenni, és milyen nehéz sokszor az embernek, amikor magának kell dönteni dolgok felől. Test, lélek, szellem. Úgy képzeljék el, mint egy háromlábú széket. Ha bármelyik láb eltörik, a szék felborul. Az egészségünk, az egészségünk is felborul. Ezek a lábak nem csere szabatosak. Nem lehet gyógyítani a lelket testi, anyagi dolgokkal, nem tudom, hogy van-e különben pszichológus, pszichiáter. Ugye a lelket gyógyítgatnák ők, mivel is? Anyagi eszközökkel, tablettákkal. Soha nem lehet meggyógyítani a lelki beteget tablettával. El lehet tompítani az agyat, le lehet az ember az értelmi szintről, egész alacsony szintre vinni, de a lelkettől nem gyógyul meg. Három hivatásán van, ami kiemelkedik a hivatások közül. A lélekkel foglalkozó lélek, gyógyász kicsoda, hát aki a Teremtő felé az utat nekünk segíti. Ezek a lelkészek, papok, akik az Istenhez vezető utat segítik nekünk. A tanítók, tanárok, a szellem művelői. Test, lélek, szellem. A szellem művelése a születésünk pillanatától halálunk mindenkorra mindenkinek, ha akarja, ha nem, nem kötelessége, hanem feladata. Mert tanulnunk kell születésünk pillanatától halálunkig. Az anyagi dolgok, a test gyógyítása, a gyógyítók, a gyógyítók feladata, és csak az elmúlt néhány században
lettek orvosok, mert bizonyára tudják önök közül sokan, hogy a sebészeket még ma sem nevezik orvosnak Angliában, mert az mesterség volt. Tehát a sebész, a fogorvos elődje, a fogász vásárról vásárra ment, és ott a megfelelő beavatkozást elvégezte. Nekem legkedvesebb tanítványom, akinek az alegerszegi tanszéket és a klinika vezetését átadtam, Alotti Nasri orvos kolléga, akinek az édesanyját először ott egy sátorban operálta meg egy szívsebész. Ez a szívműtét dobogó szíven történt, azért tudta megcsinálni, és majd utána még kétszer operáltuk ide-haza Magyarországon. Test, lélek, szellem. Mit tudunk mi a testről, a lélekről és a szellemről? Hadd mondjam a saját példámat. Én, amikor a szívgyógyászatot elkezdtem, azt a célt tűztem ki feladatul, hogy a szív titkait megfejtem. Akkor még nem volt köztudott, hogy az emberi test körülbelül 300 milliárd sejtből épül fel. De ebből a 300 milliárdból 200 milliárd itt van az agykoponyámban. A legszorgalmasabb tudósok is agykapacitásoknak, képességének 10%-át használják ki. Ezért sokan agyvérzés, bénulás után, ha elvesztik beszédkészségüket, vagy egyik vagy másik oldalra megbénulnak, azt gondolják, hogy vége az életnek, szó sincs róla. Megtanítható, ha az idegpályák nem sérültek, az agysejtek meg tudják tanulni. Az agysejtek tanulni tudnak, de mit tanul az agysejt? Mit tanul az emberi agy? Mitől van a tudásunk? Honnét származik az itt ülő embereknek a mindennapi tudása? Három nagy forrása. Önök mindannyian ősökkel rendelkeznek. Apjuk, édesanyjuk, öregapjuk, öreganyjuk, visszamenőleg a legelső emberek mindent, amit megtanult, azt a sejtjeibe rögzítette. Ezeket a sejti genetikus tudásokat mindannyian megkapjuk. Hihetetlen tudás halmaz ez, csak ezt nem használjuk. Mondok egy példát, Dél-Amerikában egy repülőgép lezuhant, és 14-en maradtak életben, és sérülés nélkül voltak 8-an. Mit tanítottak önöknek, hogy az őserdőbe túl lehet-e élni mindenféle eszköz nélkül a napokat, éjjeleket? Hát az, hogy nem lehet túlélni. Na, egy 14 éves lány volt, aki ezt nem tanulta meg. Mindenki meghalt az őserdőbe, kivéve a 14 éves lány, mert előhívta a genetikus tudását. Úgy is mondják, hogy ösztönösen cselekedett. Hát valamikor az erdőbe éltünk, valamikor ott éltük le az életünket. De az, aki fejében, ugye, rá telepszik erre a tudás, az kitörli. Tudják, hogy a világban 100 meg 100 000 meg 1000 rádió adó van. És önök hány rádiót tudnak hallgatni? Hát csak azt tudják hallgatni, amihez készülékük van. Hiába adja a rádió jelet, ha nincs vevő készülék, akkor nincs műsorvétel. Ugyanígy van
ez a bizonyos sejthez rögzített tudás ott van, de csak akkor válik valós, életszerű tudássá, hogyha hagyjuk, hogy előjöjjön. Amit tudásnak szoktak nevezni, az a második csoport. Amikor megszületünk, az érzékszerveinkkel, szemünk, fülünk, bőrünk, az érzékszervekkel a körülöttünk lévő világot érzékeljük. Ha az érzékelés gyakori és ismétlődő, akkor ez az agyba jobban rögzül. Ugye egy verset megtanulni, a szorzótáblát megtanulni, ismételni kell. De milyen érdekes, hogyha ezt érzelemhez kötik, ha néznek egy televízió műsort, egy jó filmet, egyszer látják, és mégis visszaemlékeznek, akár 20 év távlatában. Miért? Mert érzelemhez itt egy finoman különbséget kell tenni, az érzelem, ugye érzelem, érzelem, és a léleknek a kapcsolatáról. De mi a tudásról beszélünk, és a legnagyobb csoport, amit az emberek nem is szoktak megemlíteni, tudják, hogy honnét való. Tehát magyarul, amit megtanulunk az iskolában, amit a tanítók, tanárok a fejünkbe próbálnak verni, az az ismétlődő, az agy sejtek kapcsolatába építjük. Tehát nagyon érdekes, olyan, mint ha ugye minden zárnak van egy nyitó kulcsa, de csak az a kulcs nyitja, amit arra terveztek. Az agysejtek kapcsolatrendszerébe, hálózatába, a hálózatba építjük be az ismeretet. A világon az emberiség számára rendkívüli nagy felfedezések történtek. A tudományos világban, nem tudom, hogy van-e kegyelmetek között kutató, tudós ember, de úgy tanítjuk az egyetemen, úgy tanítják az egyetemen, hogy ugye van a tézis, az a tudás halmaz, amit adott esetben egy tudomány hirdet hivatalosan más nyelven, az akadémikus tudás. Jön a tudós, és azt mondja, hogy nem egészen így van, és a tézissel szembeállítja az antitézist. A tézis-antitézis ütköztetéséből jön létre a szintézis, az új ismeret. Csak egy probléma van. Ilyen módon az emberiség számára fontos felfedezés nem történt. Akkor hogy vannak felfedezések? Válasz. Az igazi fizikai tudás, ez a vízszintes világ, amiben élünk, a függőleges világ, a kereszt, ugye az, ezt itt legalább Szent keresztáján tudják, hogy miből jött ez a kereszt. Krisztus nem keresztára feszítették, tészára feszítették. Honnét jön a kereszt? A magyar őstörténetben és a mi világunkban a keresztnek óriási jelentősége van. Látják, ezeket a szimbólumokat használják is. A mindennapokban is állítva, hogy mindenkinek a házi kis díszítő tárgyak között ott van. Ott van kör oszt. Kör öszt. A kör a világmindenség, az osztás, a függőleges és a vízszintes, a világnak az irány, a rendezettsége. A fölfedélható, a függőleges világ, a
teremtő szellem világ felé mutató, a vízszintes a földi világunk. A köröszt metszés pontjában van a nulla pont, ez a metafizikai pont átlépése. Egy kicsit nehéznek tűnik, de rögtön elmagyarázom, nagyon egyszerű. Költő mikor ír verset, ha csak nem ilyen ipari költő, hogy a pénzért csinálja. Mikor ír a költő verset? Mikor? Tessék mondani, gyönyörű, ha? Köszönöm, úgy van. Ha ihletem, mikor szerez zenét a zeneszerző? Ha ihlete van. Mi az ihlet? Mi az ihlet? A teremtőtől, a világ mindenségből jövő információ. Hányan látták Newtont? Hányan látták Newton előtt az almát a fáról leesni? És a szabad esés mégis Newton írta le. Tehát a legnagyobb tudás halmaz, az fentről jön. Azt kapjuk. Csak nem merjük elhinni. Kik tartanak kapcsolatot az égi világgal? Hát akik most jöttek ide, ők még nyitottak az égi világra. Hogyan nyitottak az égi világra az újszülöttek? A nagy kutacs és a kis kutacs. Mit jelent ez? Nincs csontos fedő. Akinek kisgyermeke van, most született, amikor a gyerek értelme kezd nyilatozni, miről beszélnek a gyerekek? Angyalokról, azokkal találkoznak. A kedves jószülő legjobb esetben elhallgatja, de egy idő után lebeszéli, hogy azt nem mondja, nem azt a te képzeleted. Ők az angyalokkal kapcsolatban vannak, és ma halottak napja, de tegnap minden szentek napja volt. Ők a felső világgal kapcsolatot tartanak. A mi ősi kultúránkban a bodrok táján jártak-e önök bodrok táján? És ott vannak ilyen ősi kutyafüléte. Ezer éves az nem ősi. Tehát Árpád hazajövetele korából származó temető. És ezekben a temetőkben furcsa módon a jobb homlok halánték és fali csont között van egy női tenyérnyi luk a csontos koponyán. Ezt nem úgy verték be harc során. Ezt művileg csinálták. Miért is? Kik voltak ezek, akinek lukat furtak az agyába? Jaj, ez a magyar fantasztikus, hogy őrzi a nyelvet. Furfangos. Annak megfúrták az agyát. Azért okosabb. Őnekik meg kivágtak egy darab csontot, azért, hogy ezt az árnyékolást mérsékeljék. És milyen érdekes, miért a jobb oldalon? Azért, mert általában jobbkezesek vagyunk, ezért keresztezett idegpályák lévén a bal félteke, domináns féltekének nevezik azt az agyféltekét, ami a földi létünkbe való racionális tanulásnak a helye. De hadd mondjak egy-két érdekes dolgot. Az intelligencia hányadosról tetszettek hallani, IQ, aki ezzel foglalkozik. Képzeljék el, olyan mi által emberek százas IQ-val, ez az közép, százzal rendelkezünk. Aki kicsit butácska, az 90-es, aki hülyécske, az 60-as, aki ez alatt van, az beteg. De ami fölötte van, 130, 140, 150, 200, 250-es IQ-val rendelkező emberek élnek közöttünk. Van ilyen társaság, és ott lehet jelentkezni, ha jól tudom, 150 IQ-t kell teljesíteni. És megvizsgálták, hogy ezek a magas
élvittelmi intelligenciával rendelkező emberek mire mentek a világra, világba? Milyen pozíciót töltenek be a világba? Tudósok? Vezetők? Az életbe hogy érvényesülnek? Mondjam? Sehogy. Ez nagyon okos, csak semmi nem megy. Viszont az érzelmi intelligencia abszolút mértékben meghatározza az egyének a sikerét. Mi az érzelmi intelligencia? Emlékeznek? Mondtam a 14 éves lányt, akik lezuhantak, és ő került ki a... Igen, magas volt az érzelmi intelligencia, de ez leány volt. És már is a nemek közötti különbség. Ugye, amikor ezek az istentelen, tudománytalan, ostoba, gonosz emberek a nemek közötti határokat próbálják elmosni, hát a jó Isten határozott így. Tudják, a nemi kromoszóma, a nemi örökítő fehérje szabja meg, hogy valaki nő, férje vagy köztes. A nő az két Y, a két X. Kocsmaasztalba, milyen a kocsmaasztal? Két X van rajta, lap. Arra rá lehet könyökölni. Az nem tör föl. Két X, ez a nő. A férfi az milyen összetétel elbír. Egy X, meg elvettük az X-nek az egyik lábát, ebből lesz az Y, nem? Hát milyen asztal az, ahol hiányzik az egyik láb? Bizonytalan. Ki a gyengébb nem? A férfi vagy a nő? A férfi. Bizony. Gyengébb nem a nő, nem gyengébb. Tessék eljönni Budapestbe, ilyenkor már jól lehet látni, hogy a glosárok, az utcaemberek 98%-ban férfi. Mennyivel rövidebb életet élnek a férfiak mindenhol a világon? Fehér, fekete, sárga, barnába. 8-10 évvel kevesebb az élettartamuk. Két X. Nem véletlenül a biztonságot adja, és erre nem gondolnak, még az orvos tudományi egyetemen se tanítják, pedig pettettetően fontos a nő, amikor e világra születik, hoz egy kis kosárkát, kettőt pontosabban jobb helyeken. Ez a pete fészek. A két kosárkában ott vannak a pete sejtek. Amikor a kislány nővé emelkedik, akkor a kosárkában lévő gyümölcsök, a pete sejtek megérnek. Minden hónapban általában egy petesejt. De ezt magával hozza születéskor. A petesejtek az állandóságot adják. Minden hónapban egy. És a férfi? Egy köpcenti spermába 20-22 millió spermium van. Amit ma iszik a férfi ember a kocsmába, az aznap termelődő hím-ivar sejtekben megjelenhet. És hát ha a megtermékenyítő sejtek részegek, akkor ne csodálkozzunk, hogy a gyermek is olyan fajta lesz. Nem a nő. Most halkan mondom, a nő nyugodtan ihat. Persze. Nem befolyásolja. Csak ha mérget fogyaszt. De a férfi ember, ha arra gondol, hogy egészséges utódot akar nemzeni, nagyon kell erre vigyázni, és a természet milyen csodálatos. Miért csodálatos a természet? Mert Isten törvényeit nem lehet kicselezni. Először Amerikában figyeltek fel arra, hogy volt egy kisváros, ahol a férfiak nem impotensek. Az impotencia az merevedési zavar. Sterilitás. Tehát nem nemzőképesek.
Kit vizsgálnak először itt is, meg a világban, mindenhol először kit vizsgálnak? A nőt. Pedig a valószínűsége sokkal kisebb, hogy ott van baj. Fiú, a spermiumok a hím ivar sejtek. Milyenek? Hát betegek. Még egyszer. Egy alkalommal 50-60 millió, jól hallják, 50-60 millió hímivarsely megy, küzd azért, hogy először elérje a petesejtet. A legügyesebb, a legerősebb, a leggyorsabb az 50 millióból. Az az egy, aki a legklasszabb, az éri el, az termékenyíti meg a petesejtet. Ha az ember kiveszi Isten kezéből ezt a dolgot, lehet, hogy az utolsó lett volna az 50 millióból az a két ivarsejt, amit a petesejtbe ekkora tűvel bele nyomunk. De milyen érdekes? Nem gondoltam, hogy a szívsebészről fog beszélni, de mindjárt oda jutunk. Tudni, hogy ebben a kisvárosban a férfiak, fiatal emberek 70-80%-a nem szőképtelen volt. Minek köszönhették ezt a betegséget? Bátran. Nyissák ki a fantáziájukat. Ott van, tudják, fogadjuk, hogy pillanat alatt Budapestről költözött le valaki ide? Budapestről. Hogy ott született, vagy több hosszabb ideig ott élt. Budapesten egészen az elmúlt évekig egy csasztuska járta, kiadon a vizét vissza, a saját vizét vissza-vissza. Mert a szennyvíz 90%-ban tisztítatlanul ment a Dunába. De a tisztítással sem lehet valamit kiszűrni. Mi ez? Hormon. Hormon. Ebben a kisvárosban kiderült, hogy a hölgyek fogamzásgátló tablettája elérte a hatását. De nem a nő, hanem a férfiak váltak gyakorlatilag sterillé. Ma, bármennyire hihetetlen a férfiak, majdnem 20%-a steril. Vagy gyengék a kis katonák, akik meg akarják hódítani a ivarsejtet. Miért gond ez? Azért, mert ez a legborzalmasabb állapot. Én, mint szívgyógyász, szívsebész, mivel találkoztam? Borzalmas fejlődési rendellenességekkel. Gondolják el, a szív a fogantatás harmadik hetében elkezd pulzálni, dobogni. Meddig kell a szívnek dobognia? Nagyon fontos, életünk végéig, de nem a halálunkig, mert a szív megállás nem a halál. Mi a halál? Nem menjünk bele tudományos. Nagyon egyszerű. Megint, ha elővesznek 200 évvel ezelőtti könyvet, bármelyik könyvet, ami a lélegzetről szól, nem lélegzet volt, hanem mi? Lélegzet, lélek. Ezért kiadál lelkét, s meghala. Ez össze van kapcsolva, mert addig még a szív megáll, és percekkel a szív megállás után is van légvétel, addig nincs gond, könnyen újra érezhető az ember, ha tudja, hogy milyen műfogások vannak. De ha a lélekzet megáll, akkor megáll a keringés külső energia forrása. Mert mindent kívülről veszünk föl, hát a növény, a napfény segítségével, a nitrogénből és az oxigén, széndioxidból állítja elő mindent, ami a növényi test. Mi azt elfogyasztjuk, de nap nélkül, napfény nélkül mi sem tudunk meglenni. Egy picit láncolag csapunk, de muszáj nagyon rá koncentrálni. Hogy tudják, hogy az immunrendszer, védekező rendszernek mi a legfontosabb vitaminja? Hogy? C-vitamin. Ismerik a hirdetéseket, hogy amikor kínálunk és valami
C-vitamin először. C-vitamin... Ó! Tudós. Tudós társam. Nem a C-vitamin. A D-vitamin. A D-vitamin, és a D-vitaminhoz mi kell, hogy beépüljön? Napfény. Hiába mit hallok a minap? Talán önök is némelyek hallották, hogy csiperke gombával lent a pincébe mesterséges UV-fénnyel D-vitamin tartalmú gombát állítanak elő. Kezdjünk bemelegedni. Szóval megbolondult ez a világ. Ki kell menni a napfényre, odaállni, most is, és ingyen kapjuk a napfényt, ami a D-vitamin felépítéséhez kell. De még mi kell a D-vitamin felépítéséhez? Mi kell még? Körzeti orvos van itt a helységben? Családorvos? Hogy segítsenek, mert ő nem jelentkezik. Hogy? A két gyönyörű szőke hölgy mi a foglalkozása? Én kineziológus vagyok. Úgy van. Tehát majdnem orvos. Ön? Én pedig pszichopedagógus. Két veszélyes. Szépek is, okosak is, meg szakmabeliek. Na, akkor, hogy van ez a gyógyszerész? Gyógyszerész van, az sincs. Pap, egy van, de lelkész. Tehát, mi kell hozzá? Koleszterin. Tetszettek hallani? Mennyi a normál koleszterin szint? Az önök, tessék bátran mondani, mert ezt a labort is mértik, jó? Mennyi a normál koleszterin szint? 5? 5 hat először. Más? 5,2. Gyuri bácsi, mit mondod? 2852 az összkoleszterin. Gyuri bácsi, a mai naptól téveszméket, te se hirdes. Távla nincs. Tehát, kik állapítják meg, hogy mi az, hogy normál érték a laborban, tessék csak megnézni, már van olyan laboratóriumi papír, ahol csak a felső értéket adják meg, 4, 8, 5, 5, 2, és alul pedig vonalra, nem adnak alsó értéket. Ebből lehet látni, hogy ezek biztos gazemberek. Ezek a fő gazemberek. Aztán akik azt írják, hogy szóval 2, 2, meg 4, 8, meg 2, 4, meg 5, meg azok algaz emberek. Mennyi a normál koleszterin szint? Jó? Tehát a Teremtő azzal ajándékozott meg, hogy mióta már nem ölök ember, tehát nem vagyok szívsebész, 7 éve csak az orvosi hivatásom legfőbb törvénye szerint élek. Mi a legfőbb törvény az orvoslásban? Nil nocere, nem ártani. Egyetlen egy orvosi eskü nem tartalmazza, hogy én bárkit meggyógyítok, meg fogok gyógyítani. Én egyébként nem is gyógyítottam meg egyetlen egy embert életemben. Sok ezer ember szívét tartottam a kezembe és operáltam, de meggyógyítani egyetlen egy embert nem gyógyítottam meg. Se műtéttel, se szikével, se gyógyszerrel, se tanáccsal. Mert a gyógyítás önökbe van építve. Az öngyógyító képesség minden embernek tulajdonsága, és a Teremtő gyógyít, az orvos mit csinál? Szép magyarul kezel. Tanácsot ad, gyógynövényt ad, gyógyszert ad.
anyagi dolgok, a lelkész segíti Istenhez közel kerülni. Tanító, tanár az elmét éresíteni, és hülyeségeket ne fogadjanak el. Engem kutatásaim okán az Amerikai Egyesült Államokba, Bostonba, Harvardra hívtak. Invited professor voltam, de van egy kis baj. Feleségem, orvosnő, két gyermekem. Hát legyen az ő dolga, nem, hát én megyek kutatni, megmenteni a világot, mondtam én. Meg akartam fejteni a szívnek a titkát. De hát, férfi emberek, enni akkor is kell, nem? Azt mit tud a férfi ember főzni? Na, a bátran. Teját. Tojást, teját. Azzal nem lehet jól lakni, de valami ételféle, tojást. Aztán hasítni kell a tojást. És hogyha valami bonyolult, akkor ham and eggs. Ugye egy kis szalonnára veri rá a tojás, vagy sonkára. Hát én is így voltam, mentem, vettem a tojást, nem volt sárgája. Hú, mondom, hát milyen tojás? Hát jobban megnéztem, volt sárgája, de olyan halvány okker sárga. Hát mentem, hogyha akkor még itt, ha elmentem 84-ben a piacra, akkor a piacra fejkendős nénike, a kapirgásról és csirkének a tojását árulta. Elmentem ott a piaszán, ott ugyanolyan volt, mert akkor már, mint itt most nálunk, Argentinából hozzák a tyúk tojást, a Lengyelországból. És mit lehetnek a tyúkkal? Szemetet, mi lesz a tojásában? Szemét. De ezek az amerikai professzorok, nehogy egyél tojást, mert koleszterin. Hát mondom, de eszitek. De mi? Mi genetikusan kifejlesztett csirkét, tojását esszük, mert azért olyan halványság, hogy ne legyen benne olyan sok koleszterin. Orvos nincs itt között, önök között, gyógyszerés sem. Paraszt van önök között? Egy biztos. Miért? Büszke vagyok rá, mert bármennyit tanultam, nem engedtem, hogy a tudományok a fejemet tönkre tegyék. Ezért beszéltem. Látják, most érik be, amit a szüleimtől kaptam. Majd fogok mondani érdekeset, hogy amikor engem a teremtő a bányába küldött, vagy fizikai munkát végeztem, én nem a professzoroktól tanultam azokat a trükköket, amit a világon egyedül én is először alkalmaztam. Azok nem tudták, mindjárt ide érünk. De ez a tojás. És akkor nekem, hogy mutassák, hogy Kelet-Európába jött tojáserő ember, hozták az ő tudományos képes lapjukat. Magyarországon melyik újság ez? Nők lapja, Okos Kata, doktor válaszol rovat. Ott kint a Time magazin. Ez egy színes újság. 1984 márciusi számát hozzák a Time-nak, kezembe adják, a címoldalon serpenyő, két tükörtojás, kóbász vagy a bajsz, úgy lekonyulva, hogy aki tojást teszik, ez a címoldalon is ez van, főbetűve, de belül a cikkek csak arról szólnak, aki tojást teszik, fúj, az meghal. De aki genetikusan módosított tojást teszik, abban kevesebb lesz, az is meghal, csak később mondják. De jött a paraszt gyerek. Mit kérdeztem tudós professzor barátaimtól? Tessék kérdezni, mindenkinek eszébe kell jutni. Azt mondták, hogy módosították genetikailag ezeket a tyúkokat, és ezek ilyen tojást tojnak. Mi a logikus kérdés? Hogy? De arra, hogy nem hallottam, már öregszem. Miben módosították? Nem ez a kérdés, az mellék. Az eredmény érdekes mindig. Mennyi mi volt? Koleszterin?
Nem. Milyen kis csirke születik ebből a tojásból? Válasz, ebből semmilyen, mondták, ez étkezési tojás. Te barom amerikai. Hát a jó Isten nem azért teremtette a tyúkot, meg a madarat, meg a tojást, hogy az az utód és a koleszterin, az a sárgája, az minden alkatrészét tartalmazza, a kisvadárnak a ideális fehérje, addig még a tojáshéjon belül él, abból táplálkozik. Még mielőtt folytatnám, az anyatej után az emberiség második legfontosabb tápláléka a tojás. De nem a szemét, amit most meg lehet venni, hanem a tojás. No, újságíró van-e a hallgatós? Új, jelentkezzen, mert akkor finomabb a hallgatók. Újságíró biztos, hogy nincs? Amatőr tévés, ugye, aki veszi fel a felvételt. Nagyon fontos, vegye fel. Tudnék, ezek az újságírók, finoman fogalmazok, kicsit feledékeny emberek. De egy világlapnál, ahol 20 millió példány számot adnak el minden alkalommal, azért elvárná az ember, hogy már figyeljenek oda, hogy mit szoktak leközölni. Emlékeznek? 1984, március, a tojás méreg, fúj! 1999, Time magazin címoldala. Serpenyő, a kóbászkát lecserélték egy ilyen sárga dinnyehéjra, vigyori lett, és mit írnak ugyanazok a tudósok, vagy azok tanítványai, hogy nem úgy lehet enni tojást, hanem kell enni minimum 2 naponta, de inkább hármat, hogy valaki egészséges legyen. Na akkor hol az igazság? Mennyi tojást kell enni? Hát először is ahhoz, hogy egyenek kell enni tojásnak. Hol vannak a tyúkok? Ott. Tess, melyik a legjobb tojás? Melyik a legjobb? Melyik a legjobb zöldség? Melyik a legjobb a bor? Melyik a legjobb hús? Melyik? Nem a házi. A saját. A saját, mert saját magát nem fogja mérgezni. Volt egy hely, ahol nem árulom el, mert hát ha minősít. Azt mondja egy 60 év körüli hölgy. Ó, mert mondom, a tyúkok, amit kapirgálnak, amit összeszednek, bogarakat, zöldséget, kis magot is lehet szórni, ha olyan, de megélnek azok, alig kell valamit adni neki. És erre azt mondja a hölgy, ó, professzor, ezek a mai tyúkok olyan buták, ezek nem mennek kapirgálni. Hát mondom, várjon, magának volt ilyen. Volt, de nem mentek azok a kertbe, nem kapirgáltak, állandóan utánam jöttek. Mondtam is, hogy nevelte a kis csirkéket? Hát úgy infralámpal. És mondom, ki után ment először a csibe? Maga után, maga szedte a zöldet, meg a bogarat, megmutatta nekik, hogy hogy kell élni. Hol a kotlós? Hát nem arra volt, hogy megtanítsa. A test melegével melegítette föl, attól kell ki. Az édes anya szívműködése a babának a legszebb biztonságos zene. Hát nem véletlenül oda teszi kis fejecskét, és a legnagyobb gyalázat volt, amikor a modern orvostudomány nem engedte emlőre tenni a babát. Nem a tej volt a fontos, hanem az anya szív dobogását. Ott forta a szíve alatt, ezt hallotta, ezt a zenét, és kijön ebbe a borzalmas világba, levegőt is alig kap, fázik is, meg és akkor még ezt a zenét is elveszik tőle. Elvették tőlük a józan eszünket. Tessék megnézni, nem sötétbe jöttem, úgyhogy múltkor, mikor Gyuri bácsiék hívtak, akkor meg nagyon igyekeztem, meg másra voltam elfoglalva, de megszámolnám, hogy itt is hány hely, hány telek van, ahol füvet nyílnak, nincs zöldséges kert, és nincs kapirgáló csirke. Én mondom a saját falomat. Én délvidéki parasztgyerek vagyok, 114 telek, az élőseim 550 éve ott vannak azon a helyen, bizonyítottam.
egyetlen egy hely nincs. Egyetlen egy hely nincs, ahol a kertet megbűvelik. Se zöldség. Mennek a Tesco-ba a mocsokért. Ott van, nincs túl, hanem 8-10-szer lenyírják a füvet. Fűnyíróval. Ezért jár a mámém a Kárpát-medencé, mert a testünk a teremtő tökéleteset teremtett. Minden, ami eredeti teremtett, az jó. Minden, amit az ember kezébe vesz és megváltoztat, az lehet, hogy elromlik. Nem feltétlenül. Minket azért választott ki az Isten, hogy mi az ő munkáját, a teremtett világot megtartsuk, szépítsük. Mi nekünk Kárpát-medencében van még plusz küldetésünk. Nem véletlenül kerültünk ide. Nincs kiválasztott nép, se a zsidó, se a magyar nem kiválasztott. A teremtőnek mind a 7,5 milliárd ember egyformán fontos. De mindenki, ahova küldte, ott van feladata. Az arabnak az arab világba. Bizony, az arab félsziget. Kis történelmi ismeret, mert így kapcsoljuk össze a szívünkkel, meg a koleszterinnel, mindjárt senki nem kell. De mondja már meg, mennyi a normál koleszterin. Fogom én mondani. Majd a végén. Amit közben mondok, az eltűnt, hogy megmaradjon, ismételni is fogunk. Többször elmondom. Az utóbbi 1000 év történelme. Önöket úgy tanítják az iskolában, hogy a magyarok Európa védőbástyája volt. Mi védtük meg a nyugatot, mi szálltunk harcba a tatárokkal, mi védtük nyugatot a török ellen. Van egy jó hírem. Mi soha nem nyugatot védtük, mi a hazánkat védtük. Mi ezt a szent földet védtük? Hol húzódott Magyarország határa? Volt ilyen picike, nem ilyen nagy, mint most ez a csomagország, sokkal kisebb. Hol húzódott Magyarország határa? Tessék utána nézni, ott, ahol nem tértek át az iszlám hitre. Tetszik érteni? A szerbek áttértek, a horvátok áttértek, majd repatriáltak. Azért pusztították el a törökök, a papokat, akkor még csak katolikusok voltak, mert a reformáció majd jön. Ugye? Mert a magyarok nem tértek át az iszlám hitre. Hány ős adta az életét, hogy ezt a szent földet megvédje? Önöknek. És akkor most jönnének, és mit is csinálnának? Csak nagyon finoman fogalmazok. Megértik azt a gyönyörűséget, hogy miért a nyelvünk az egyén a legnagyobb védelem. Most kezdik kapizsgálni, mert kicsit pötyögnek angolul, franciául, németül. Nézzék meg, hogy hány beszél magyarul. Azt mennyi idő alatt tudja megtanulni a magyart? Hát jószerivel soha. Miért? Miért? Mert a mi nyelvünk, és így kapcsolódik a tudományhoz. A mi nyelvünk ősnyelv. A Francia Tudományos Akadémia 2000-ben Varga Csaba, Kis Dénes munkáit tessék elolvasni, forrást is megadják. Az egész világra szóló felmérést végeztek, az ős szavak vonatkozásában. Az ős szavak, azok a szavak, amelyek akkor keletkeztek, mikor az ember ajtára vette az anyagi világot. Magyarul a szókészlet kialakult. Ős etimon kutatás, de ne zavarja magukat, ős szavak. Mennyi a holt és élőnyelveket is megvizsgálták.
mennyi a latinnak az ős szó készlete? 4%. 4 az ős szó készlete. A latinból alakultak ki a nyugati hajlító nyelvek. Francia, angol, spanyol, portugál, román. Mennyi a leány nyelveknek az ős szó készlete? 3%. Hát nem lett annyi, mint az anyjának. 3%. Az őstörök, a szanszkrit, az ótörök ős szó készlete, ógörök, 12-18-20%. Mennyi a rontott mai magyar beszélt nyelvnek az ős szó készlete? Tetszik, ahogy mondom. Ótorok, ógörök, szanszék, latin mondtam, négy, mennyi a magyar, amit önök beszélnek? Ős szó készlete. 68-67,8%. Fölfogták? És akkor hogy kapcsolódik össze ezzel az invázióval? Hát ide jön ez a kérdés, megpróbál magyarul megtanulni, nem tud. Miért nem tud? Mert az ő általa megtanított nyugati nyelvek, azok illogikusak. A magyar, ahogy a betűt leírja, úgy ejti ki, úgy köti össze, ebből lesz a szótag. A szótagot összekötő, ebből lesz a szó, ahogy le van írva. Nem másképp, de azt se tudjuk már, nem becsüljük az ős szókészletüket, hogy milyen egyszerű, az ősember, ősünk, a magyar ősünk, szóval az ős, elment így ősszel, aztán hirtelen bejött a hideg meg a tél, barlangtól támol volt, ugye akkor csak egy medve bunda volt rajta, de fázott. Mit csinált? Elment fázni. Önök fáznak. Mi ez az ős szó? Nincs barlang, nincs gunya, mit kell csinálni? Tüzet gyűjteni. Ahhoz mit kell tenni? Fát gyűjteni. El kell menni fázni. Ma már csak ez a szó maradt meg, de kérek egy kis segítséget. Nem olyan nagyot, mert ugye egyetemi tanárként 40 éven keresztül egyetemi tanárként 25 éven keresztül, de egyetemi oktatóként 40 éven keresztül tanítottam a hallgatókat, és nagyon pontos, hogy most 6 óra van, ha minden igaz. Baj van. Be kell fejeznem, mert van egy ősi mondás, magyar mondás. Aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Rövid leszek, pattogó, de nagyon fontos dolgokat mondom, és minden elvarok, minden számot, amiről belekezdtem. A magyar nyelv logikus. A hajlító nyelvek illogikusak. Ezért, amikor, oj, ez a magyar gyerek, de big fa fejű, nem tudja megtanulni ezt az angolt, meg ezt a németet, meg ezt a spanyol. Nem, drága. Ez nem hülye, ez logikusan gondolkodik. Másképp kell kirejteni a szót, másképp, hogy le van írva. Ugye jött ez a baromság, hogy szóképolvasás. Angliában megvolt az értelme, mert másképp volt leírva, másképp kellett ejteni. Nálunk a szótag olvasás, az olvasás alapja elveszették. Hála Istennek visszahozták. De a magyar nyelv logikus, ezért ezek az emberek nem vagy nagyon nehezen tanulják meg a nyelvet, ezért tovább mennek. Ugye pénz sincs olyan sok, és a nyugati barátainknak üzenem, hogy van nekünk 800-900 ezer bevándorlónk, aki 7-800 évvel ezelőtt jött ebbe az országba, és kötelesek vagyunk róluk gondoskodni. Majd, ha azon túl vagyunk, akkor esetleg néhány nem iszlám.
aztán, mert ott, ugye ezek a, az ős keresztény vallás ott alakult ki. Keresztények gyerekeinek levágják a fejét, karóba húzzák a keresztény színeket is be lehet fogadni. Megkérdezem önöket, kinek van gyermeke? Csodálatos. És hogyha választani kellett, hogy a gyerekének ad enni, vagy a kis utcán kéregetőnek, akkor kinek adott először? Gyerekének. Ez a természet törvénye. Ez az élet törvénye. Mert önök a teremtőnek számolnak el a gyermekeikkel. Azt a gyereket, akik átdolnak a kerítésen, hogy utána jöhessenek, azok nem szülők, azok gyilkosok. Lássanak tisztán, a mi országunk, ez a Kárpát-medencei gyönyörű föld, ahol több mint 40 ezer éve vagyunk. Nem, Árpád óta, Árpád hazajött, mert megkevesbettünk. Erre megint bizonyíték. Szeminó és munkatársai, 16 archeogenetikus, megkutatták a Science 2000 Science és Szemino, ezt a szót klikkeljétek, megkutatta az ős genetikai tulajdonságok alapján. Egyetlen egy kérdést tettek fel, hogy Európában mely népek, népcsoportok hordozzák meg legmagasabb arányban a 35-40 ezer éves európai ősként. Eredni? Emlékeznek a Francia Tudományos Akadémiára? Ősnyel. 3% ezek a dicső. És genetikában, na gyerünk nyugatia. Európát, ti vagytok. Én soha nem akartam Európába, mert én Európába vagyok. Az őseim is itt voltak, Európában. Mert ez Európa közepe. Kárpát-medence. Eredmény? Még egyszer. 35-40 ezer éves európai ősgén, mely nép, nemzet hordoz a legmagasabb arányban? Mennyi százalék? Tudós barátom, hol? Tudom. Így van. 95. Han ilyen tudósi piszkálódás van, akkor is 82, de érdekesen kik a következők? Lengyelek. Ki mondta? Gyönyörű. Lengyelek, bizony. A lengyelek a maguk 60, majdnem 60%-kal második helyen van. Kik a harmadikok? A vereckei hágó mentén élő ruténok, magyarok, szlovákok, ukránok, hát, akik megváltoztatták a nyelvüket, a genetikájukat, nem. Kik a negyedikek? A horvátok. 40%-kal. És az angol, a francia, a német. Mennyi az európai ősgémből? Jó, eléri a 25%-ot. Mi itt vagyunk. Évezredek óta. Hol kevesebben, hol többen. Hol országunk határán három tenger mosta, hol ilyen picike lett. De mondom, ennél sokkal kisebb is volt. A csillagok járása változó, a víz szalad, a kő marad, de a kő marad. Ez a kő is marad. El tudja venni öntől valaki Kolozsvár, bármikor kimehet. Akkor veszik el, ha innét elmegy, ha a gyerekemet nem viszem el. És miért fontos ezt tudni? Mert test, lélek, szellem hármasságán nyugszik az egészség. Az Amerikai Egyesült Államok egész világra szóló felmérést végeztek, daganatos megbetegedés, magas vérnyomás, agyvérzés, szívinfarktus vonatkozásában. Mi van az első három hely? A stressz, a feszültség, a családi, második a munkahelyi, harmadik a nemzet.
stressze. Mi a nemzet stressze? Van olyan barátom, aki gyerekkori barát, kommunista volt, az marad, hogy MSZP-s minden. A felesége fideszes nem. A gyerek meg jobbikos. 10 évvel ezelőtt mi úgy leültek a családi asztalhoz, egy tév volt, nézték, vitatkoztak. Mára mindegyiknek külön tévéje van, nem ülnek le egy asztalhoz, mert a politika a családokat is szétszakítja. Volt már ilyen a vallás. De most is próbálják a férfit a nővel, az öreget a fiatallal szembeállítani. Ezt a rómaiak nagyon jól tudták. Divided impera. Hozd meg és uralkozz. Ne hagyják magukat megosztani. Egy életünk van, egy Istenünk van, és egy halálunk lesz. Mit viszünk magunkkal a túlvilágra? De mesztelenül jöttünk, mesztelenül megyünk, de az utolsó elszámolásnál lesz egy kérdés. Hát mindenki kapott talentumot a Teremtőtől. Miért vagyunk itt a világon? Azért, hogy a teremtett világot szépítsük, javítsuk, gyerekeknek adjunk életet, azt fölneveljük, azt szeretgessük, a helyi, a nagyobb családot szeretgessük, a nemzetünket szeretgessük. Mi az életünk? Szolgálat. Egyet fog kérdezni az Úristen. Kaptál tőlem talentumot, mit adtál? Én ezt adtam az emberiségnek, te mit adtál? Magyarul azt visszük magunkkal, amit adtunk. Semmit, amit kaptunk, vagy szereztünk. Ez nagyon fontos. Test, lélek, szellem. Test, menj a normál koleszterin. A legcsodálatosabb, itt van a táskában, kíváncsi megnézheti. Hozzám egész Európából járnak a magánemberésemre. De ami fantasztikus, hogy Svédországban, mert azt gondolják, hogy a svéd egészségügy olyan. Ugyan már. Svédországban egy kolléga, 82 éves, negyedévenként eljön hozzám, hogy kicsit igazgass, mert még egy picit szeretne érdekelni. Svédországban mennyi a normál koleszterin? Ott a laborpapír. Ott nem tudták megvenni a vezetőket, meg a laboránsokat. Meg a hivatalos tankönyvekben is ez van ám, amit azért éreztem a van orvos, tessék föllapozni a tankönyvét. Mennyi a normál koleszterin? Gyuri bácsinak mondom, 3, 6 és 7, 8 között. 3, 6 és 7, 8 között. És most jön a többenet. Az arteriosklerózis nem más, mint az élelmeszesedés. Mivel kapcsolatos? A koleszterin anyag cserével. Az orvostudomány darabokra szakadt, és ilyen klinikumok, meg tudósok összejönnek. Én koleszterin arteriosklerózis kutató vagyok. Ezek újságot szerkesztenek. Az arteriosklerózis Amerikai Egyesült Államokban 2012. novemberében kiadott újságban a Los Angeles-i vezetőintézet, 6 amerikai intézet és 20 világ vezetőintézet 6674 beteget vizsgáltak meg olyan módszerekkel, amiről önök nem is hallottak. Például a koszovérbe be tudunk menni egy kis vékony katéterrel, másfél milliméteres, ott van a végén egy ultrahangfej, és az ultrahangfejjel szabályos videó felvételt tudom, hogy megyünk előre a koronáig, mintha benn ülnének az akteleki cseppkő barlangba, és ott mennének előre megvilágítva. Ez az IRIS, PET, CT, MRI. Tehát még egyszer, 6674 betegből 2410
kaptak koleszterin csökkentő gyógyszert. A többi 4000 eredni. Eredni? Nem arról van szó, hogy nem annyira hatásos, hanem aki gyógyszert szeret, annak nőtt a meszes folt nagysága, vastagsága, mész lerakódása, 50%-kal megnövekedett az akut infarktus valószínűsége. 2012. novemberében jelent meg a Die with a Scar. Ez meg a cukorbetegséggel foglalkozó újság. Mit ír a koleszterin csökkentő, akinek nem volt cukorbetegsége, majd lesz a gyógyszertől. Tetszik tudni, hogy önöknek, mindenkinek az agya 10%-a koleszterinből épül föl. Emlékeztek? Nem véletlenül mondtam, 200 milliárd. De ha a sejtek kapcsolata megszűnik, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, mi a harmadik? Így emelkedik. A koleszterin csökkentő gyógyszerek okozta elbutulás. Tehát önök pénzért megveszik az elbutulás, a szívinfarktus, az élelmeszesedés gyógyszer. Ott van. Ez a legalább, ugye azért olyan ember van már között, aki időként szokott horgászni. Horgászni. Ilyen sincs. Na, horgászni. Elmegy ismeretlen területre, mit kell csinálni, mielőtt a... Hát be kell letetni a halakat, ugye oda csábítani, jöjjenek oda. Aztán utána lehet az illatos kukoricát, ugye az iszapevőknek adni. Ez a beetetés volt 84-ben. Érzékeny, jó, hogy koleszterin, mindenkinek a figyelme arra irányult. Jó, hogy most már lehet tojásteni, persze. Mert az valóban megemeli kicsit a koleszterin szintet, de akkor mész a patikába és veszed a koleszterin csökkentő gyógyszert. Meglepetéssel. Ez a vége. Itt lesz a vége. Meglepetéssel szolgál. Nincs csoda műtét. Nincs csoda gyógyszer. Még Gyuri bácsi termékei sem. Csoda terméke. Csoda önökbe van. Termék a háromból. Test. A lélek, a szellem, más terület. De mindenkinek, mindenkinek, gyógyítónak, mindegy, hogy orvos, gyógyfüves, ha a természet törvényei, Isten törvényei és a tapasztalás alapján adjuk ezt vagy amazt, akkor az segíteni fog. Hát elég sokat kell hozzá tanulni, de én kiköltöztem tanyára. Elég volt ebből a világból, másodmagukba élek egy pulival, és a szomszéd ugye állatokat tart, és jön hozzám, hogy professzor, én nem értem. Hát, itt legelnek ezek a lovak, de ott a lekaszámasz meg hozzá se nyúlnak. Mi az oka? Hát a fűből azt választja ki a ló, amelyik jó. A rosszat ott hagyja, amit lekaszálja, mert nem tudja a szénából kiválogatni. Hát, hogy jövöttünk rá? Követtük a hasmenésen bíró lovat, azt tette meg, megszűnt a hasmenésen, megpróbálom. Nekem is szüntette. Sok ezer éves tapasztalás. 2008-ban a WHO világkongresszusán kimondatott, hogy a medicina, a nyugati medicina a gyógyszerek által vezérelt gyógyítás zsákutcás. Vissza kell jönni, és a természet gyógyászat felé menni. Nem azért, mert csoda szem, hanem azért, mert azt a kevésbé lehet ártani, még akkor is, ha téved. És a nagy tapasztalatú ember nem volt, hát hány orvos van itt a környéken? 1, 2, 3, és hány híres üres ember? Kinek fogadják el a tanácsát? Ja, ő bizonyított. Ő hozzá vissza lehet menni. Ő igazat mond. Örök ember érdi. Meglepetés? Nincs csodaszer a
gyászhajóra kérem, hogy a koleszterin csökkentő gyógyszert ne dobják ki, mert az állatnak is ártalmas. De ezzel nincs vége. Hát kell-e? Szabad-e tojást tenni, vagy szalonnát, csokoládét? Szabad? Szabad? Nem szabad, kötelező. Miért? Azért, mert az önök szervezete kétharmad részbe termeli meg a koleszterint. Az egyharmad részt be kell vinni, ha nem viszik be, akkor rosszabb termel a szervezet. Meg kell lökni a rendszer. Csak egy baj van, ez a normál emberi életműködésre érvényes. Mi a normál emberi életműködés? 6-8 órát mozognak. Igen. Mennyit néznek televíziót, a statisztika szerint Amerika után magyar gyerekek és nyugdíjasak néznek. Legtöbb évén 6 órát. Én a felét kérem önöktől. Naponta 2 óra gyaloglás. Egyfolytában. Mondom, egyfolytában. Ez a meglepetés. Miért? Tessék utána nézni, a leptin nevű anyag termelődik a lábszár izomzatba. Akarnak az őszhajúak megfiatalodni? Van rá lehetőség, csak naponta 6-8 órát kell gyorgolni. Azt gondolják, hogy viccelek. A világ bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy lehet élni 105-110 évig egészségesen. Kik ezek az emberek? Hunzik, hunzák. Mit kell hozzátenni? Időként éhezni. Hoppá! Jújjúj! A daganatnak a legfőbb segítője, hogy állandóan jól lakottak vagyunk. Ezek a kis daganatsejtek nagyon nem szeretik, hogyha éheztetik őket. Hát de ott volt hetente, péntek, húsbőjt, hosszú bőjt, régen a természet is olyan volt. Bőség, ínség, bőség, ínség. Mesterségesen kell előállítani. Bizony, időnként ki kell hagyni egy-egy napot, egy-egy hetet, és gyalogolni. Látják, készültem mindenféle írásokat, de egyetlen egyel jó szokásom a szívem, elbúcsúzom önöktől. Régi magyar szokás szerint. Emlékeznek, hogy valamit nem mondta volna el? Na, mi maradt még ki, amit nem vartam el számot? Koleszterin. 3, 6 és 7, 8 között. Ez a normális, enni kell szalonnát, csak az a baj, hogy a szalonna maga tojása persze. Persze nem minden nap, amikor van, meg saját, nem lengyel tojás, mert az megfagyasszak, hogy érkezik. Koleszterin ellen egyetlen egy, koleszterin betegség ellen egyetlen egy gyógyszer van. Mozgás, gyaloglás. Értsék meg, vagy nem viszem be annyit, vagy elégetjük. El kell égetni. A leptin akkor is égeti a zsírt, ezt a fogyókúrázó hölgyeknek mondom, amikor nem éhezünk. Ezért jó. Képzeljék el, gyaloglással megy le a zsírpárna, ugye, mert a fogyókúra hölgyeknél az, 2 hétig nem esznek, isznak együtt, esznek együtt, és a súlyuk nem nagyobb, de az a szoknya, vagy az a nadrág nem jön föl. Miért? Mert az izomzatból emésztettek, ami meg visszajön, az meg a zsír. Annak meg nagyon nagyobb a térfogata. Ne álljanak mérlegre a gyaloglók. Csak 2 hónap után. Mennyivel lesz kevesebb a súlyuk? Maximum 2 kilóval. De a szoknya korsza 5 centivel. Mert a zsírt adják le. Gyalogolni. Univerzális gyógyszer, mert ez a testre való gyógyszer. Univerzális gyógyszer van, hogy a test, lélek és szellemnek egyaránt gyógyítója. Mi ez? Mondtam, utolsó legfontosabb. Mi ez?
nem? Az a fizikai, az a test. De kiderült a lélekre és szellemre. Mi ez a gyógyszer? A szeretet. A szeretet. Ez egy másik előadás. Az önök sejtjei megváltoznak. A víz, ami ide van kitéve. Ha önök szeretettel vannak ebben a teremben, a víz szerkezete megváltozik. János evangélista életének több mint 20 esztendében, több mint 10 esztendében, utolsó 10 esztendében csak két szót mondott ki. Soha többet nem szólt. Többet nem beszélt. Mi volt ez a két szó? Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Ez pedig az én köszönésem, köszönetem és áldásom. Mert a távolról jött idegen, ha szeretettel fogadják, akkor áldást ad távozáskor. Én az előadásaimat mindig aktuálisan, tehát én egyforma előadás, vannak néhányan, akik hallottak, nem tartok egyforma előadást. Az elmúlt 20 év alatt 8 önálló kötet jelent meg, ezt lehet megvenni nem tőlem, mert én nem vagyok könyvváros. Én aláírom, ha valaki megveszi, de ennek a könyvnek a 244. oldalán van ez az áldás, amit felolvasok, a 282-en egy személyesebb jelleg. Én ezt elmondom, és most kérem önöket, egyetlen egy kérésem van, ne tapsoljanak meg. Hallják a csendet? Ebből van a legnagyobb hiány. És ahol béke és csend van, ott a Teremtő is megjelenik. Így lesz a művelődés, vagy közösségi házból templom. És így sajnos tapasztalom, hogy a templomokban csinálnak másokat. Ez most templom volt. Régi magyar eladás. 300 éves gyűjtésből való. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak, áldott legyen a mosolyod, légy vígasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Őrizze meg mindannyiunkat az Úr, ameddig ő jónak látja. Ha bevégeztük, hívni fog. Sem elő, sem utóbb. Gyuri bácsi, ide sok van még vissza. Úgyhogy áldott legyen az Úr, ne vagy köztünk tartott. Sokáig legyél velünk. Isten áldja meg önöket, Isten kísérelje minden cselekedetüket. Vége. Ugye milyen érdekes?